Frisscsú Krisztina alig több, mint egy hónapja játszotta utolsó hivatalos mérkőzését, az Alba Fehérvár KC gólrekordere különleges érzésekkel gondol vissza a pályafutását lezáró meccsre. Az utolsó mérkőzésen nagyon izgultam, emlékek jöttek, ugye találkoztam nagyon sok emberekkel, ez ilyen megható volt. A most már egykori válogatott játékos számára természetesen különleges az utolsó meccsen viselt mez. Az utolsó darab mezem, ebbe játszottam utolsó meccsen, hát sok erő van benne, sok munka van benne, meg híd, hát nagyon fontos számomra. Tristó Krisztina úgy döntött, hogy licitre bocsátja mezét. Jótekönc szélre felajánlom a mezemet a kisfiúnak, aki nagyon beteg, küzd. Igazából a betegség nem lehet megdőjíteni, de tudom, hogy tudunk adni neki, vagy hosszabbítani az élete, csak ugye pénzre van szüksége. A kisfiú pedig nem más, mint Boti, a nagyatádi születésű Boti, düsenféle, izomdisztrófiában szenved, ez az izomsejtek fokozatos pusztulásával járó betegség. A család a közelmúltban értesült egy olyan külföldi kezelésről, amely ugyan meggyógyítani nem tudja Botit, de nagyon lelassíthatja betegsége lefolyását, megállíthatja állapotának romlását. Trissú Kristina utolsó meccsén viselt ötös számú dedikált mezére a képernyőn látható oldalon lehet licitálni. Ha a cél az 1 millió forintos álomhatár elérése, ezt szeretné Krisztina felajánlani boti gyógykezelésére.